Az Európai Unió külügyminiszterei üdvözölték az Oroszország és Törökország által kötött szíriai fegyvernyugvást. Bíznak abban, hogy ez kitart majd. Örülök a tűzszünetnek, ez jó hír. Lássuk, hogy hogyan működik majd, de minden esetre ez a feltétele annak, hogy humanitárius segítséget kapjon Idlib, mondta Josep Borrell, uniós főképviselő. A külügyminiszterek rendkívüli zágrábi tanácsülésén arról is döntöttek, hogy több segélyt adnak annak az 1 millió embernek, akik a szíriai harcok miatt hagyták el otthonukat. Most humanitárius folyosó nyílhat. A nap végére olyan helyzet jöhet, amelyben az 1 millió belső menekült legalább minimális biztonságot és perspektívát kaphat az országon belül, mondta az osztrák külügyminiszter. Azonban Törökországnak nem adnának több pénzt az ottani menekültek ellátására, és azt sem fogadják el, hogy Erdogan velük zsarolja Európát. Törökország jelenleg elfogadhatatlan módon gyakorol nyomást Európára. Nem szabadna arra használni a jobb jövőt kereső embereket, hogy nyomást gyakoroljunk velük, mondta a holland külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, mára a magyar politika általánossá vált Európában a határvédelem és a bevándorlás ügyében is.